20 év után újra NB1B-s férfi kézilabda mérkőzés volt Nagykanizsán. A Tungsramese Nagykanizsa szépen megtelt lelátók előtt fogadta a másodosztály nyugati csoportjának egyik bajnokaspiránsát, a 117-szeres válogatott Iváncsik Tamást is soraiban tudó Győr csapatát. A mérkőzést nem kezdte rosszul Madarász Péter együttese, sokáig felváltva szerezték a gólokat az együttesek, majd az első félidő vége előtt 3 találattal meglépett a kisalföldi gárda. A második játék részben még inkább a küzdelem dominált, viszont a sok kihagyott hazai zicser megbosszulta magát. A Tungsramnak csak egy gólt sikerült lefaragni a hátrányából, így a 18-16-os győzelemnek köszönhetően mindkét pontot elvitték a győriek Kanizsáról. Egy 18-16-ot játszottunk, akkor más probléma nem lehet, hogy kevés gólt lőttünk. Megvannak ennek az okai, nyilván fogunk erről beszélni, de attól függetlenül ez egy bajnoki címre esélyes csapat volt. Nyilván lett, most volt szanszunk arra, hogy megverjük őket, sajnos nem éltünk vele. Olyan alapvető hibákat követtünk el, amit most már 3 hónap után nem kéne, hogy elkövessünk. Nyilván fogunk dolgozni ezen, hogy ezt kijavítsuk, de ezt szeretnénk, hogy amikor eljön hozzánk egy csapat ide, Nagykanizsára, egy ilyen hangulat, ilyen úgymond oroszlánbarlang legyen itt nekik, hogy mindenki megszenvedjen azért, hogy esetleg pontokat tudjon tőlünk elvinni.